Legutóbbi látogatásunkkor már meg tudtuk mutatni a 2500 négyzetméter hasznos területen épülő fürdő végleges formáját, valamint a medencék alakzatait, melyeket 400 négyzetméteres vízfelület borít majd be. Akkor a tető faszerkezete már 80%-ban a helyén volt, és az ácsok a burkolati munkálatokra vártak. Mindenképpen látványos, hogy a tetőszerkezetünknek a váza az 100%-ig kompletten elkészült, megtörtént a régi fürdőnek és az új élményfürdőnek az összekötése. Az első réteg deszkázat ebben a két szintónusban fölkerült, elkészült. Nagyot haladtunk előre a négy évszakos öltöző szerkezetével, gyakorlatilag a földszinti szerkezet teljes mértékben készen van, és a felső zárt fűtött folyosónak a szerkezetét építik most a kollégák. Lealapoztuk, és a szerkezetet építjük a nyári bejáratnak. A csúsztatoronyban már csak egy utolsó lépcsőkaré hiányzott ahhoz, hogy az épület elérje maximális magasságát. Rohamtempóban halad a hagymatikum fürdő bővítése, olyannyira, hogy a kivitelezők elérték az épület legmagasabb pontját, ahol mi állunk. Ez itt a csúszdatorony teteje. Innen fognak indulni a csúszdák, mégpedig a lenti medencékbe, és ahogy átfordulunk operatőr kollégámmal, fantasztikus látvány nyílik a város egy részére, és a már meglévő, valamint az új makoveci kupolákra. A nyári hónapokban a kivitelezők az erőiket erre a területre koncentrálták, hiszen őszig a csapadékos idő beálltáig beázásmentessé kell tenni az itteni épületeket. Ezért a kültéri medence építése és a beltéri munkálatok szeptemberben tudnak folytatódni.